Új otthonában, a Bemiskola csarnokában repülőrajtot vett a hazai csapat, 2 perc 20 másodperc elteltével 8-0-ás hátránynál már időt kellett kérnie a vendégek edzőjének. Az első negyedet 29-23-ra nyerte a Marsó Nyíregyháza, a második 10 perc derekán pedig úgy tűnt, hogy el is dönthetik a meccset Lekliék, hiszen 19 pontra nőtt a két csapat közötti különbség, a negyed hajrája azonban a fővárosiaké volt, így a nagy szünetre 10 pontos hazai vezetésnél vonultak le a csapatok. A harmadik negyedben tovább faragott hátrányából a MAFSZ, amely a záró 10 percnek már csak 4 pontos hátrányjal vágott neki. A hajrá izgalmasan alakult, Smith triplája 92-91-re módosította az eredményt, a végül 24 pontig jutó Krisztanovics hármas azonban pontot tett a találkozó végére. Nagyon nehéz az első mérkőzés egy bajnokságban, és hazai pályán mindenféleképpen győznünk kellett. Annak ellenére, hogy esélyesebb csapatként mi indultunk neki a mérkőzésnek, itt veszíteni valunk csak nekünk volt, és ez látszódott is azért egy picit a játékosok teljesítményén. Néha egyszerűen annyira buta hibákat követtünk el, buta eladott labdákat vétettünk, hogy ilyet nem szabad megengedni a továbbiakban. Egyébként hasonló mérkőzésre számítottam, igen. Tudom, hogy a MAFC milyen játékot játszik. Nagyon szeretik megbontani a védekezést, néha meglepő helyekre futnak, és nagyon nehéz ez ellen védekezni. Örülök neki, hogy azért ma mi voltunk a higgadtabbak, és minden olyan kulcs szituációban, amikor el kellett dönteni a mérkőzést, akkor felül tudtunk kerekedni az ellenfélünkön. A vendégek edzője a hazaiak palánk alatti játékának tulajdonította csapat a vereségét. Nyíregyháza csinált nagyon jó munkát, végzett a palánk alatt, nagyjából megöltek minket, mert leszettek minden lepotaut, és kintről is jól dobtak, úgyhogy ja, nem vagyok boldog, mert a védekezésünk, nem bízunk még a rendszerbe, és nekem furcsa, mert elég jól nézett ki egy ideig a védekezés, de ma nem bíztunk benne, nem mertünk rotálni, ahogy kellett, nem csináltuk, nem voltunk elég kemények. Úgyhogy ez a játék nem lesz elég. A nyitóforduló további eredményei: atomerőmű Kaposvár 91-48, Sopron Pécs 90-68, Szolnok Jászberény 81-62, Albafehérvár Zalaegerszeg 89-91, Szombathely Kecskemét 77-57 és Szeged Körment 69-83. A Marsó Nyíregyháza szerdán a Kaposvár otthonában lép pályára.